Na, sziasztok, üdvözletem innen Zuglóból. Itt éppen egyébként a Kárdász Intercity-t várom, azzal megyünk el Kiskunfél egyházáig, onnan pedig tovább lakitelekre, és ott lesz a következő vonalbejárás. De majd onnan még jelentkezek. Egyébként felújítás közben láthatjuk Zugló megállóhelyet, ezen a részen már elkészült. Itt látjátok a peront, azt viakol oldal újra rakták. Azt nem tudom, remélhetőleg a beázó tetőt is javították. A személyi vonat elment, most jön majd ő zóna, és majd utána már a Kárdász Intercity jön. És akkor látjátok, megérkeztünk közben lakitelekre. Még érdekes, itt van a Kiskunfél egyháza fele a kijárat. Itt van egy régi víztorony. Érdekes állomás. És azzal a 354-es BZ-vel jöttünk idáig. És majd még fog érkezni ide Kecskemétről, meg Szolnokról is vonat. Úgyhogy fénykorában itt az állomáson még 4-es keresztek is voltak. Hát az most így nem lesz, mióta megritkították a menetrendet, viszont a Szolnok-Kecskemét vonalon lesz egy kereszt, mindjárt azt megvárjuk. Aha, ott a váltót már állították is neki. És van itt egy régi tehervagon, ezt még megnézem. Valamint itt is van egy vágány. Ez pedig az ilyen PFT-s vágány lehetett, szerintem itt a ilyen sínautót vagy hajtányt raktak itt a sínre. Nézzétek, itt is volt egy sorompó. És közben jön a BZ. Sőt, nem is BZ, hanem Ussi. És ami még itt retro ezen az állomáson, az ez a víztalú. Ez még a gőzösöknek volt ezzel. Itt tudtak vizet vételezni a gőzösök ilyen víztalukból. Ezt nézzétek. Egy hajtány van ide kiállítva. A vonalbejárásokhoz jön, ez hasznos lenne egy ilyen szerkentyű. És itt a rakodó és a volt állóraktár épülete. És valamire még használják, mert most is van benne mozgás. És egyébként erre van Tiszauk, majd arra fogok én is menni. Így szétnézünk itt az árulat, itt az oldalrakodónál. Ott itt a régi oldalrakodó, teherkocsikat itt tudták ugye szintben befokolni. És közben szemel ki az eső is. A tanulság, akkor menjünk vonalat bejárni, ha jól esik. Másik tanulság az időjárás jelentése, ennek nem szabad hinni. És egyébként 10 percet késik a szemből jövő vonat, arra vár most a másik kettő, vagy az Uzsdi az év, és szemből is egy Uzsdi fog jönni.
Úgyhogy azért mégis egy hármas keresztet azt lehet itt fotózni, egy hármas együttállást lehet fotózni. És az állomás épület másik oldalán szintén van egy emlékpark, Békés Imre emlékpark, állomás főnök volt 1978-tól 1989-ig, és itt meg egy motoros ajtány van kiállítva, mindenkületbe is járjuk, és vasaljakon van, ami az ügyeség, és úgy látom, hogy a Vígbachtel is itt van. Ennek ha majd megnézem a másik oldalát, majd jól emlékszem, akkor egy ilyen Schlieren kocsinak a mintázata van rajta. A Wiegbachtel. És az Orient Express mintázata. És úgy látom nyitva is van, úgyhogy ide be is megyek. Közben kiment a Bézé, visszaindult Félegyházára. De ezt nézzétek, ezt bejöttem át a Wiegbachtelbe, és nézzétek még. Még korabeli fényképek lakitelekről. Még a gőzös. És nagyon jó, ezt nézzétek. És egy fénykép a négyes keresztről. Újgyük és Bézék. Tehát most is van, azt még mindig megtudtam, csak már ugye nem ütemes menetrend van, hanem csak naponta pár alkalomnál. És ezek a régi ABM-ot motorkocsikból való ülések, és ami az érdekes, ez a fa. Nem vágták ki, hanem körépítették a kocsmát. Nagyon ötletes. Itt pedig van egy híd. Ez lehet, hogy a régi Tiszaújvári volt, nem hiszem, mert pedig az van a legközelebb ide. De az nem így nézett ki, az vashíd. Meg fogjuk egyébként nézni, arra fogok menni. Hát ez nem tudom melyik híd, és hát akkor nézzük meg is, és meg így időben már mutattam az Orient Express mintázatot. És akkor itt is töltünk egy kis időt, és most akkor megiszok egy energiát, a sörhöz még korán van, de valamivel a napot el kell indítani, nagyon korán kerős volt, úgyhogy így elalszok, úgyhogy ez most jól jön. És hát akkor majd irány tovább Tiszaú fele, és a tiszai megkerülő vágány fogom bejárni. Egy része még a termofarm telek miatt használatban van, és persze meg fogom nézni akkor már a Tiszaúgi hidat is, és majd akkor mesélek a történetéről is. Úgyhogy akkor egyébként ennyiért majd megiszom a helyet, aztán elindulok. Közben lát az eső is, szerencsére. Kófi használva, hogy üdes a váróterem. Nézzük, hát itt volt a jegypénztár, hát látjátok, megszűnt. Szokásos, kötelezők dolgok kim vannak,
van a menetrend, érkező induló vonatokkal. Aha, meg egy-két plakát kirakva. Itt vannak bent, úgyhogy most nem megyünk, de tudjátok, itt két váróterem is van. Mindjárt elmondom azt is, hogy miért. Tehát ez még a régi időkből való, amikor volt külön dohányzó és nem dohányzó váróterem. Tudjátok, itt van egy B+-szel parkoló, hogy legalábbis annak is lehet nevezni. És elég sok biciklivel, most vidéken vagyunk, itt azért sokan járnak ki a vonathoz biciklivel. Erre van a lakodó, de amúgy arra kell mennünk. Szóval még miért nem volt betiltva teljesen a dohányzás a vasútállomások területein, úgy volt dohányzó és nem dohányzó váróterem külön. És akkor itt van a régi járóraktár. És erre fel meg a lakodó, és erre is fogunk tovább menni. És valahol itt lesz a régi nyomvonal is, majd szerintem az átjáró után ágazik, ha jól emlékszem. Ezt 2008-ban itt voltunk egy pár a szervezett túrán, bejártuk. Hiszen a Tiszaugi hídig. Hát meglátjuk, hogy egy emlékezetből mennyire fog menni. Tiltkép nem jelöli a régi nyomvonalat, de szerintem fogja találni egy földút bent a helyén akkor. Szerintem ez most is így van. Nézzétek, van itt egy pár betonalj bedepózva. Lehet, hogy majd felújítás lesz és oda lesznek beépítve. Ezek nyilván használt betonaljak, mert ezek fővonalból szedték ki. És itt van egy ilyen légó munka, ugye géppuska lőállásokkal. És hát ugye az egyes őrhely, és itt pedig van egy szolgálati lakás. Ahogy elnézem, lakatlan. És eljutottunk az első utátjáróig. Tudjátok, teljes sorompó, és még egy régi távírópózna is itt van. És szerintem itt fog menni a régi nyomvonal. Legalábbis én biztos, hogy ezen a földúton fogok menni. És itt válik szét a két vonal, a Szolnoki és a Kunszentmártoni. Hát mi a Kunszentmártonin inkább, hogy tovább menjünk, mert ugye az vezet Tiszaug fele, és az a kisebb forgalmú. Látok? Az alakjelzők még megvannak, viszont van fényjelző is, tehát valószínűleg azt használják már. Az alakjelzők azok valószínűleg érvénytelenítve is vannak. De még a vonóvezeték is megvan az alakjelzőhöz, látjátok. Ott a sodompónak a csengője. Ami a lezárás jelzi, de most egy darabig nem fog vonat jönni. És ott a túloldalt, ott a párja a sorompónak. Akkor gyorsan helyesbítenék is egyet, hogy ezt még nem tudom, hogy az a régi nyomvonal-e, de az még elképzelhető, viszont ez a vonal, ez a Szolnoki. Tehát nem, tehát a Kunszentmártoni az a másik, amelyik ott elkanyarodik innen a másiktól, tehát ténylegesen itt válik szét, viszont nem ez a mi vonalunk, hanem a másik. Ugye még jól megnéztem a térképet, azért itt cseles vonalvezetés, viszont ez ott még lehet a régi nyomvonal, mert ott a földút az elkanyarodik, és ott van egy fénysorompós átjáró, tehát szerintem majd ott fog tovább folytatódni valahol. De itt volt egy nyomvonal korrekció annó, és a két vonalnak a vonalvezetés az egy minimálisan, de megváltozott. Úgyhogy egyre tovább megyek azon a földút, és majd az átjárónál fogok rámenni a másik vonalra. Hát aki nem találok semmi, ugye volt, hogy merre fele menne tovább, akkor viszont kénytelen vagyok a mostani nyomvonalon menni. És akkor mondom, hogy ott tovább megy a Szolnoki vonal, és a régi nyomvonal az itt volt, tehát akkoriban itt ágazott valahol ketté, és szerintem itt ezen a földúton megy tovább, tehát az a földút az végül is jó nyom volt, hogy a régi nyomvonal az arra ment. Hát megpróbálom valamennyire bejárni, amennyire lehet. Egyébként az új nyomvonal az ott van. Tehát jó fele megyek. Na, és akkor megérkeztünk. De itt van az előjelző, ez még a régi alakjelző. Mellette a fényjelző, amelyik zöldet mutatott. Tehát van az út, tehát az a modernizásnál volt, csak az alakjelző. Nem tudom, hogy használják-e még az alakjelzőt vagy sem, mert érvénytelenítve nincsen. Meg látjátok, hogy csak a másik lett fényjelző, tehát erre fele, még lakitelek felé még az alakjelzők maradtak. Hát nem tudom, csak innen a folytatás, Tiszaug fele. Úgyhogy akkor haladjunk is tovább, és hogyha majd elérek a váltóig, ahol a termofalm kiágazik, akkor majd folytatom. Na szóval igen, a felépítményről akkor is beszélünk egy kicsit. Azt látjátok, hogy betonaljas, mert ez már eleve ilyen fővonali vágányoknak épült.
legalábbis egy belső körgyűrű részeként épült ez a vonal is. Ezt fővonalnak szánták, és már meglévő nyomvonalat is így építették át, illetve a folytatás, amikor Tiszaúgtól Kunszermátonig megépült, azt is már így építették, hogy betonaljak és C-sínek vannak mindenhol, tehát 34-es sínek. Hát lehet, hogy közben találunk 48-asat is, hogyha időközben volt sincsere, de én úgy tudom, hogy nem. És eleve az állomásokat is egy fővonali kiépítés volt, hogy három vágány megépült, de mindenhol meghagyták a helyet, hogy négy vágányosra lehessen bővíteni, mert számítottak a nagyobb forgalomra. Ugye ez még az 50-es években volt. Betonaljak viszont az a nagy problémájuk mindegyiknek, nem tudom mennyire látszik, hogy fatiplisek. Tehát ezeket újra kéne tiplizni, hogy mert magunkkal az aljakkal nincsenek is bajok, látjátok, hogy hát mondjuk ez úgy látom van egy 51-es, tehát az ország akkor rakták le. Tehát igazából nincs ezzel baj, csak a fatiplik azok korhadnak. Nem tudom mennyire látszik a fatipli, majd akkor kicsit jobban rámenni. Tehát itt az egész, tehát végig a vonalon, hogyha az aljakat nem is kellene cserélni, csak a tipliket műanyagra. És akkor ez még évtizedekig simán el lenne. Hát látjátok, így is már vagy 60 éve ezek itt vannak, és különösebb bajuk nincsen, azért a betonaljak azért elég sokáig bírják. A fénysorompónak a behatási pontja, és az valószínűleg az már a következő. Igen, az jelzés a fénysorompós útátjárót. Ugye itt van a másik egysége. Ezt nem tudom, hogy ez tengelyszámlálós lenne. Nézzük csak, mert mi van ráírva. Most vonatmentes időszak van. És ez még újnak tűnik. Valószínűleg itt volt egy vízben modernizálás, legalábbis a fénysorompókat azt kicserélték újabbra. Távvédóvezeték az végén megvan, ugye átóvezeték. Hát ugye már most kicserélték rendes telefonvezetékre. De ezek a póznák a távvédóvezetéknek voltak kiépítve. Hát most itt elnézve ezt, a következő átjönnek vagyok egyébként, mert kicsit elbizonytalanodtam, mert lehet, hogy rossz nyomot követtem a régi nyomvonal terén, és ez volt az. Gyanús minden esetre, de így nehéz egyértelműen megmondani. Pláne ugye itt le van aszfaltozva egy darabig, de ott, ahol még a földút van, az lehetett a régi nyomvonal. Az a baj, hogy nem nagyon találtam róla normális helyszínrajzot, mint így nehéz. Viszont errefele meg már a nyomvonal megy, és ott már látszik a háttérben a váltó, ahol a termofalmi parvágány kiágazik. És itt vagyok közben már az elágazásnál, az a vonal tovább Kunszermáton fele, ez pedig a termofalnak az iparvágány, illetve a régi megkerülő vágány, amit be is fogok járni, annak a kiágazása. Hát innen, itt volt maga a kiágazás. És egyébként ezt a vágányt eredetileg, ezt ilyen katonai hadgyakorlatra építették, ez volt a Transit 85 gyakorlat, 1985-re lett készen, egy pár éve korábban kezdték el építeni. Itt annyi volt, hogy ez egy, úgy is írták, hogy tiszai megkerülő vágány. Hogy a hadgyakorlat része volt az, hogy a katonai járműveket egy ponton hídon a Tiszán átvezessenek. És itt 1985-ben egy dupla csörgő szerelvény, ahol tankokat meg egyéb katonai gépjárműveket vittek át egy ponton hídon a Tiszán. És a másik oldalt még a Tiszaug állomás előtt visszacsatlakozott a vonalba. Most az a kiágazás már nincs meg. Azt egy pár évvel ezelőtt kiszedték a váltót, meg magát ugye az elágazást is, ott onnan. Azt hiszem, hogy sineket nem szedték föl, de már járhatatlan volt a pálya egyébként is a túloldalt. Viszont ez a kiágazás, ez azért maradt meg, mert itt a termofalnak az iparvágánya is ráépült. És hát nem az iparvágánya, meg hülyeséget beszélek, a termofal. Maga ez egy vegyi üzem, és oda mai napig van kiszolgálás. Hetente egyszer-kétszer, vagy egyszer vagy kétszer, ezt nem lehet tudni, de van kiszolgálás, általában Dacia-val szolgálják ki, és egy pár tartálykosi szerelvények járnak itt. Tehát addig a vágány járható. Ség, hogyha a váltót kicsit megnézitek, most úgy visszagyalogolni, úgyhogy zoommal pótoljuk. Igyekszem majd nem nagyon remegtetni a kamerát. Szóval aztán egy helyszínállítású váltó ugyan, vagy nem tudom, hogy lehet valamilyen biztosított is, mert úgynevezett nyilas tábla nem volt kint a vonalon. Ez azt jelenti, hogy üldizetlen váltó van a pályán, le kell a mozdonyvezetőnek lassítani a 15-re, hogyha helytelenül áll a váltó, akkor azt észrevegye és meg tudjon állni időbe.
Na most itt ilyen nyilas tábla nem volt. Tehát valószínűleg ez a váltó valahogy biztosítva van. És ezért is nem szükséges ezt a nyilas táblát kitenni, de ezt pontosan nem tudom. És ezt elfelejtettem megkérdezni, mert a lakiteleken pedig megtehettem volna. De most már mindegy. És közben megérkeztünk a Telmo farmnak a másik érdekes, és itt a vágány folytatása, Sziszai megkerülő. Hát innestől már nincs használatban. És ott a háttérbe épül az M44-esnek az új felüljárója. Ma nagyjából ott lesz a felüljáró, ahol andó a ponton híd volt a Tiszán. Ott a háttérben, de majd közelebb megyünk, és akkor megnézem. Figyeljétek a bambikat. És ezt nézzétek, ami érdekesség, hogy ezt a vágányt nagyon régóta nem használták, viszont most ide csinek vannak bekészítve. Lehet, hogy itt valami minimális felújítást akarnak. Na szóval arra tudok tippelni, hogy lehet, hogy akkor ez amiatt, hogyha tényleg felújítás miatt adták ide ezeket a sínszálakat, de hát mi másért hozták volna ide.
ami 2008-ban jártam már erre egyszer, és akkor még ezek nem voltak itt. Hát ezeket azóta hozhatták ide. Lehet, hogy az épülő autópályához akarják reaktiválni annyira, hogy a köveket be lehessen itt vinni, és akkor egy nyíltvonali kirakodó helyet itt csinálni. Úgy, mint a 126-osnál volt, azt el tudom képzelni. Egyébként ott látjátok az előtérben, ott épül az autópálya. De ez az M44-es, Tiszakürt és Kondoros között már átadták, most ez a... Ez onnan Tiszakürttől azt hiszem Kecskemétig, vagy Nagykőrösig fog menni, most pontosan nem tudom, de... És akkor már befejező szakasza pedig a harmadik, ami szintén épül már, az meg Kondoros, meg Békés Csaba között épül. Szóval a középső része van átadva az autópályának. És ott is több nyílt vonali kirakó. Létesült a Csabacsűdnél is volt, ugye Kondoros külterületén, ott a Kisszénás Kondoros vonalon, meg Kunszentmátonban, meg Szarvason is pakolták ki a köveket. Hát lehet, hogy itt is az lesz majd, hogy... Hát és egyébként 2006-ban, amikor... Anyád, szúrós akác. 2006-ban is, mikor a nagy árvízi helyzet volt, hogy itt a gátat kellett erősíteni, és homokzsákokat pakoltak rá, meg magasították homokzsákokkal. Akkor is volt róla szó, hogy vonattal vinnék a homokot odáig, mert tényleg egészen a gátig meg van a vágány. De akkor ez nem valósult meg, mert nem volt a pálya járható már akkor se. És nem csak a puszta kigazolás miatt, itt lesz majd azért alfa, meg sincs, meg heveder hiány. Itt érdekes, hogy itt 48-as sinek vannak. Tehát itt jobb sinek vannak itt, mint a fővonalban, amiből kiágazik. Vagyis hát jó, ennek a fővonala, tehát abban a vágányban, ami napi szinten mennek a vonatok, rosszabb sinek vannak, mint itt. És hát itt a vége. Innestől felszedték a vágányt, gondolom újba volt az épülő autópályának, és felszedték. Egyébként itt látjátok a nyomvonalat, ment ez tovább. Hát ameddig lehet, addig bejárom. Egyébként onnan meg már aszfaltozott út van. De itt lehet követni az ívet, hogy merre ment. Hát nagyjából itt volt egyébként a régi ponton híd. Szerintem nagyjából igen, egyébként ott, ahol most az új Tisza híd épül. De 2008, amikor először erre jártam, és hát eddig utoljára, akkor abszolút semmi nem látszott itt, tehát ezt azóta írtották ki itt megint ennyire a növényzetet. Mert akkor így hiába kerestük, hogy merre lehet, vagy valami nyoma nincsen. Annyira visszanőtt itt minden, így kb. 23-24 év alatt is, hogy lehetetlen volt bármit is kideríteni. De van esélyeket, nézzétek meg, hogy ez az autópálya itt fog majd menni. Neked a kilátás az nem rossz innen, nézzétek csak. Ja, ott látszik a vágánynak a maradványa is, és itt kanyarodott rá, és ilyen magas töltésen jött ide. Hát akkor most gyalogtúra lesz, mert itt vissza kell menni egészen a hídig, a Tiszaugig, és utána a hídon átmenni, azon van gyalogjárda szerencsére, ott át lehet menni könnyen. A töltésen visszasétálni kb. Ugyaneddig, és ott lesz a vágány megint, és azon kell végig menni, úgyhogy hát hajrá! Jó, amit itt ebből a sártengerből kijövök. Jó, és akkor néhány szóban magáról a vonalról. Rából a 1896-ban épült ki Tiszaugig a lakitelektől a vonal, viszont nem a mostani Tiszaug állomásig ment akkor, hanem volt egy régi állomás épület, majd ezt meg fogom mutatni, mert visszafele menet megnézzük. És onnan is még tovább jött egészen a Tiszaugrév, azt hiszem az volt a neve. Mindenesetre itt volt egy ilyen kompjárat, vagy valamilyen átkelő, mert a Tisza híd akkor még nem létezett. És addig a sinek le is mentek, mert ugye ott lehetett még hajóról is átrakodni vonatra, meg vonatóhajóra, tehát itt azért inkább teherforgalom céljából épült ez is, mint személyszállításnak. Ezért is inkább, hogy az állomások most is úgy vannak, ahogy a vasútnak jó volt, nem úgy, ahogy úgy általában az utasoknak, mert Tiszaugi vasútállomás is itt a Tiszának a túloldalán volt, ahova csak ugye ilyen csónakkal, vagy hát egy ilyen révhajóval lehetett átjönni. De hát az nem volt ilyenkor szempont, hogy közel legyen a faluhoz. És később is, mikor még folytatás épült, akkor se az volt a szempont, hogy a faluhoz közel legyen, bár akkor átkerült a túloldalra. De maga a Tisza híd az 1929-ben épült meg.
de akkor még vasút nélkül, tehát a vasút, tehát közúti hídként épült meg az a régi híd, a vashíd, amit majd mindjárt meg fogunk nézni, arrafele megyünk. Ugyan terve volt már akkor, hogy a sineket át kellene rajta vezetni, de a tiszaugi révállomás az megszűnt így a híd átadásával, és visszabontották a sineket a régi tiszaugi felvételi épületig. És csak 1950-ben építették tovább Kunsztát Mártonig, a már meglévő vonalhoz besatlakozva, mert akkoriban terve volt az 50-es évek elején, hogy egy belső vasúti körgyűrű fog épülni. Hát, talán így jobban látszok, nem vagyok szemben a nappal. Nézzük meg, akkor inkább a tájat az érdekesebb, mint én, szóval egy belső körgyűrű építése volt tervben, 1950-ben kezdték el. Ez úgy nézett volna ki, hogy innen Kunsztátmárton, aztán tovább Szarvasig, így Ösödön meg Békésszentadráson keresztül, és Szarvastól Gyomáig épült volna meg a vasút, egy ilyen belső elkerülő körgyűrűként, fővonalként, tehát nyilván azért is ilyen fővonali paraméterekkel épült, tehát akkor a 34-es sín az még jó volt fővonalban is, tehát 34-es sínek és betonaljak, és három vágányos állomások, amiket négy vágányosra lehetett bővíteni. Hát ebből csak a Kunsztátmárton szakasz épült be, a Kunsztátmárton Szarvas nem épült meg. Bár vannak róla legendák, Ösödön hallottam, mert van a rokonságban Ösödi, és tőle is, hogy a sineket el is kezdték ledakni Ösödön, de erről semmilyen bizonyíték nincsen. A nyomvonal ki volt jelölve, és tényleg Ösödön volt, de hogy a sineket nem kezdték el ledakni szerintem, bár vannak ilyen szóbeszédek, hogy elkezdték ledakni, a töltés minden esetre elkészült. Aztán utána később nyilván eldózerolták, vagy hát beszántották, miután kiderült, hogy ebből vasút nem lesz. De a töltést elkezdték építeni. De a sineket szerintem nem rakták le, meg miért pont Ösödön rakták volna le, amikor vagy akkor nyilván Kunsztátmártonnál kezdték volna, viszont annak semmi nyoma nincsen, hogy onnan bármi, vagy hát, hogy ott elkezdték volna. A töltést kezdték el építeni, de sineket rá nem tettek. És ugyanígy a Szarvas, vagy hát nyilván a Gyomaszarvas se épült meg. Hát és valószínűleg most már nem is fog, és azóta ezt a vonalat azt el is ugye felejtették nagyjából. Szóval a 68-as koncepcióban még amikor az alig 15 vagy 16 éves vonalat is először rátették a halállistára, mint megszüntetendő vonal. Hát aztán szerencsére megmenekült, már időlegesen, hát azóta viszont nagyon el van hanyagolva. És most már menetrendet is visszavették, még 2008-hoz képest is. Hát és a 2006-os árvíznél is már komoly veszélyben volt, amikor itt volt pár település, ott Csépa, Szelevény, meg tudjuk, amik nagyon veszélyben voltak, és folyamatosan figyelni kellett az átázott töltéseket, meg homokzsákokkal erősíteni, meg magasítani, és ilyen nyúlgátokat kellett építeni, tehát homokzsákokkal még megmagasították a töltést, mert egészen idáig fenn volt már a víz. A gáton meg kezdtek átázni, és a vízügyesek folyamatosan ellenőrizték minden irányba, és ilyen függőleges támasztékokat is építettek homokzsákokból. Meg a faluba is volt ezért ilyen homokzsákokból épített gát, tehát ott komoly veszély volt arra, hogy átszakad valahol a töltés, és akkor ott víz lesz. És akkor már az is terve volt, hogy ha ez megtörtént volna, akkor nyilván vasúti töltés is átvágta volna, akkor azt a vonalat nem építették volna újra. Tehát semmi írásos dolog úgy tudom nincs róla, meg hivatalos talán nem volt, viszont szóbeszéd az tehát ez lett volna, tehát akkor arra kimondták volna a halálos ítéletet arra a vonalra. De most is elég rossz alapoda van, mert még a régi bányakavicsos ágyazat van rajta, és hiába betonaljas, a fatiplik is kirohadtak már, és kb. 20-as meg 30-as lassújjel van rajta végig. És mivel nem egy nagy jelentőségű vonal, legalábbis így ilyen téren, és a állomásokat is már elkezdték ugye felszámolni, tehát már Tiszaugon, Szelevényen sincs szolgálat, most már úgy tudom, hogy Csépán sincsen. Tehát gyakorlatilag most már menetrendesen nagyon lehet rácsinálni, mert ugye fogynak a kitérési lehetőségek. Tehát előbb-utóbb nyilván az lesz ennek is a vége, hogy lesz majd olyan pályahiba, amiért le kell a közlekedést állítani, és akkor meg fogják szüntetni. Hát ez szinte borítékolható, hogy ennek a vonalnak ez lesz a sorsa. Akkor már a hálózat szempontjából sincs így jelentősége, hogy nem készült el teljesen. Tehát hogyha nyilván, ha Gyomáig vagy legalább Szarvasig megépült volna rendesen, akkor kerülő útként lehetne használni, de hát így jelentősége nincsen, és az utasszáma is viszonylag alacsony, mert hogy ugye nagyon távol van a falvaktól, tehát Szeleménytől is, Csépától is, Tiszaugtól is nagyon messze van maga az állomás. Tehát nagy utas forgalmat nem bonyolít, és ezért valószínűleg előbb-utóbb kimondják rá a halálos ítéletet.
Ezt nézzétek, itt van egy... És lehet, hogy itt volt egyébként a régi tiszaugirévi állomás, hogy eddig jöttek ki a vágányok, ez legalábbis nagyon gyanús, hogy itt lehetett az átlakó, de ezt nem tudom, ez csak így innen látszik úgy. De szerintem itt semmi felvételi épület, meg nem volt semmi ilyesmi, csak egyszerűen az állomástól egy az egyik vágány ki az idáig, és esetleg itt szétágazott, lehet, hogy volt több is. Itt csak a lakodást intézték, semmi mást. És egyébként itt valami szivattyú telep van, de most nekünk nem érdekes. Mindjárt megyünk is tovább. Talán ez az épület lehetett vasúti, de szerintem nem az volt. Nem hasonlít egyik típus épület esetén, szerintem nem az volt. Hát közben itt néztem még egy ilyen lejárat a Tiszapartra, tehát lehet, hogy ez volt a régi ízét átlakó, vagy hát vívádobás. És mondjuk ez közelebb van a sinekhez, tehát lehet, hogy csak eddig hozták el. Tehát ezt nem lehet tudni, hát erről csak ilyen korabeli helyszínrajzok vannak. És mivel ezt már nagyon korán felszették 1929 után nem sokkal, így fentről.hu meg semmi más nem fog segíteni. De majd azért nyilván megnézem majd a fentről.hu-n, hogy van-e errefelé valami érdekesség. Telefonról az a baj, hogy nem lehet, vagy valamiért nem hozza be a fentről.hu telefonról, csak számítógépről, de meg fogom majd nézni. Aztán, hogyha találok valamit, nyilván bevágom ide a képet. Hát, de haladunk tovább, hát majd, hogy itt hatalmas nagy sár van, mert reggel még eső is esett. Szerencsére azóta már jobb idő lett. Hát mindegy, hát ez sajnos vele járója a vonalbejárásnak, és hát most a gimbal csak hoztam el, mert nem fél be a táskába, mert most nem csak vonalbejárni jöttem, hanem ja, holnap is program van, de az most nem publikus. Akkor közben itt vagyok a Tiszaugi közúti Tisza hídon, gyalogjárda, és ott van szemben a Tiszaugnak a régi állomás épülete, az ott nem tudom is adott mellette, és itt látszik, még mellette kicsit tovább megyünk, ott van a egy őrhely, a túloldali már nincs meg, és ott van a, tehát a híd majd a, arra fel fog menni, és ott a vasúti híd is. Ami, és egyébként ez a híd az 1929 után épült nem sokkal, közúti hídként, az a régi, vagy az a vashíd, és később, mikor a 1950 után átvitték a sineket, az Kunszer Mártonig, akkor lett közös híd. És egészen 2001-ig ez így is maradt, és ráadásul elég szűk híd is volt, tehát csak a két sáv az nagyon szűken volt meg. Hát próbálok kicsit hangosabban beszélni, hogy a forgalom zaját azt túl kiabáljam, nem értek fog sikerülni. Tehát nagyon sokáig ez problémát jelentett ez a közös híd, mert például két kamion nem férte el rajta. És nem volt rajta váltakozó irányú forgalom, de két nagyobb jármű, két kamion az már nem fért el, vagy csak tényleg a patkálat a felhúzóra lehajtott tükrökkel, és ebből volt több baleset is, meg ugye ebben beszorulás is volt, amikor egyszerre egyik se akart visszatolatni, meg akartak elmenni, beszorultak. És amikor jött a vonat ráadásul, szintén nagyon sokáig le volt zárva. Itt az volt a módi, hogy mind a két volt egy ilyen őrhely, és amikor jött a vonat, akkor egyrészt letekerték a sorompót a hídon, és a közúti forgalmat így lezárták. És a két bakter megindult át a hídon, és félúton találkoztak nagyjából, és ott aláírták a naplót, hogy a vonatközlekedés biztosított, a pálya járható, nincs a közúti jármű a hídon, stb. Mert hogyha volt, akkor azt le kellett terelni, vagy el kellett vinni. És utána, amit visszasétált, csak utána adtak engedélyt a vonatnak, hogy bejöhessen. Tehát az valamikor tényleg egy ilyen, akár 20 percig is le volt zárva emiatt a híd, és akkor ilyen forgalom meg nyilván az feltorlódott. És emiatt ez egy nagyon szűk átkelési keresztmetszet volt, és 2001-ben adták át ezt a most is létező hidat, ami most sétálok. És onnastól kezdve az a híd csak vasúti forgalmat látott el, viszont 2008-ban meg kell azokat a képeimet előszedni, mert akkor nagyon égélt, egy Nokia telefonnal tudtam akkor éppen fotózni, a fényképezőm az éppen döglovásom volt egy szervízbe. Úgyhogy ilyen nagyon rossz minőségű telefonos képeket vannak csak, de akkor még az aszfalt is rajta volt, azt úgy tudom, később már leszették róla. Volt azóta egy felújítás a hídon, látszik, hogy a hízöldre át is vázolták, és akkor az aszfaltot leszették róla, amit akkor még rajta hagytak. De gyakorlatilag azóta csak vasúti forgalmat lát el. Hát akkor nagyjából ennyi a hídon, akkor kicsit közelebb menve, akkor... És akkor először bejárom majd a másik oldalt is a vágányt, aztán visszajövök ide, és
Még a régi felvételi épületet is megnézem. Na, akkor ezt nézzétek, itt épül a M44-es, a túloldalt. Azok a dombok itt már az. Itt volt a vágány, de úgy látom, ezt már felszették, csak a töltés maradt meg. Kicsivel arrébb majd megpróbálok bemenni, és akkor hát a sineket még valahol megtaláljuk, mert mondjuk azt értettem, hogy itt miért szedték fel a másik oldalt, miért hagyták meg, de legalábbis a Terbo falm után, de mindegy is. Meg lehet, hogy ezt is most szedték fel itt az autópálya miatt eddig. De itt legalább van egy földút mellette, úgyhogy lehet sétálni. De ezt előbb tudtam volna. Hát kezdve akkor sikeresen visszatértem a 146-osra. És itt vagyunk, arrafele van Kunszentmárton. Arrafele meg lakitelek. És akkor szépen akkor elsétálok a hídig. Hát a kiágazás azt itt már úgy eltüntették, hogy semmi nyoma nincsen. De a sineket is felszedték a túloldalt, úgyhogy közelebb megyek a híthoz, és akkor majd onnan még jelentkezek. És akkor lássátok feleim, itt vagyunk Tiszaúg, Tisza híd fő megállóhelyen. Ez egyébként már korábban is létezett, amikor még a régi tiszaúgi híd volt, vagyis hát csak az volt, és akkor magán a hídon volt a megállóhely, itt a híd előtt álltak meg a vonatok, és az útestre kellett leszállni, nem volt peron. Úgyhogy azért is tartott sokáig itt a lezárás, mert hogy ugye még meg is állt a vonat, nem csak simán áthaladt a hídon, hanem még meg is állt. Egyébként egy sima egyszerű peron, van egy esőbeálló, de mindjárt kicsit közelebb megyek. Itt vagyunk az esőbeállónál, hát gyakorlatilag télvilágítás van, csak ez az egyetlen extra. Ja, szokásos dolog. Ugye látjátok, hogy sok vonat azért nincsen. Főleg ugye 6 órakor elmegy egy Kunszentmártonba, 15-13-kor megy a következő, aztán 15-40, tehát azért túl sok. És ennél indulónál is. És 15-14-kor pedig ebben van egy vonat, ami... Ja, csak az lakitelekre indul, tehát oda kéne visszasétálni. Mert ugye az nem erre jön. Na szóval akkor itt van a másik. Na, itt a idevezető út, hát ott van néhány épület, aladéként a falu innen még messze van. Szerintem, de egyébként szerintem közelebb van ez a megállóhely a faluhoz, mint a Tiszaúg állomás, ami arrébb van. És akkor át a hídon. Tehát a régi nyomvonal az úgy volt a 44-es útnak, hogy valahol itt már ugye felkanyarodott ide, és itt jött át a hídon, és akkor itt még rajta hagyták az aszfaltot. Ezt nézzétek, hogy itt még az aszfalt rajta van. Viszont a hídról már leszették. Itt vagyunk magán a hídon, na ott látjátok, hogy két év alatt felépítették annó 1927-től 1929-ig. És a hírekkel ellentétben az aszfaltot mégse teljesen szedték le róla, mert például itt még valamennyi megmaradt. Hát kapott azért egy felújítás, az is látszik, hogy neki is. Látjátok, hogy azért, na. Hát tehát nem túl széles, tehát és ez a hivatalosan két nyomvonalú volt, vagy két közúti sáv volt rajta, és nem volt váltakozó irányú forgalom, mint például az Algyóim, vagy a Csongrádi hídon annó. De hát az is látszik, hogy azért ez elég szűken van meg a két sáv, tehát két méretesebb szerelvény az nem fért el rajta. De rendszeresen voltak lakománysérülésen egy ponyba szakadások, mert a kamionok azok meg mindig megpróbáltak átmenni, úgyhogy egyik se akart megállni, hogy teljesen föl a patkára behajtott tükrökkel, és akkor így megbillent mind a kettő, és baleset is volt benne sokszor, hogy összeértek. Hát ennyi, és akkor túloldalt még megvan az őrhely is. Eme oldalt is volt, csak ugye az ott valószínűleg útban volt a hídnak, meg az útnak a felvezető, és azért bontották el. A másik, mert nem volt útban, azt meghagyták. És én a közúti hídnak meg itt van egy gyalogjárdája, itt alul is. Tehát szerintem ez ilyen karban tartó járda, ilyen szervízút. Tehát akkor átértem közben a hídon, itt is van egy négytábla, és akkor hát így a híd. Egy másik szöveg, hogy a hidat a közlekedés, hogy egy minisztérium a honvédség műszaki összeműködésével újjáépítette 1946-47-ben, tehát valószínűleg a világháborúban ezt a hidat is lebombázták, és azért kellett, hogy ebben igen, igen, végül is akkor elég sok hidat sikerült lebombázni. Nem is tudom, de ez szerintem majdnem vasúti hidak közül szerintem az összeset, de ebben azért nem vagyok biztos, de elég sokat lebombáztak akkoriban. Ugye az elsődleges célpontok voltak nyilván a vasúti hídak. Akkor akkoriban a szállítás miatt, akkor még főleg vasúton történt. És hát akkor itt tovább.
És akkor még azt az ölhelyet ott meg fogom nézni, úgyis útba esik. És ott van mögötte a régi tiszaugi felvételi épület. És hát akkor itt lennénk. És ami érdekes, hát az aszfalt maradvány, tehát szerintem ez a 44-esnek a régi nyomvonala. Valószínűleg itt vezetett fel a hídra. És egyébként szerintem simán, tehát ez volt a régi nyomvonal, és itt vezetett fel a hídra. És mint látjátok, ez volt a kettes őrhely. És látjátok, itt valószínűleg bizbert volt, és akkor ez a vonóvezetékeknek az aknája. És itt van maga az őrhely. Kibelezték ezt már teljesen. Meg a vandálok is jártak erre. De mivel nem volt útban, nem bontották le. Bár azon a részen még mégis betettek egy USB lapot, viszont hogyha oda raktak, akkor a többi nyílászal nem tudom miért nem, de... Vagy oda miért igen. Aha, és azt nézzétek, még egy vasútlé is van itt. Hát ez biztos nem az utolsó szolgálat, hogy hagyta itt akkor még. Szerintem nem is létezett ez a Vivien ásványvíz, ami már gyakorlatilag már több mint 10 éve, de lehet, hogy még korábban is vasútas lépvét ismert. Vasút ezt veszi nagy tételbe, ezt adja a dolgozóknak, meg amikor kánikulában vízosztás van a pályában, akkor is ezt adják. Tehát ez... Nincs ebben semmi rendkívül ilyet, nyilván ezért kötöttek egy szerződést ezzel a Vivien ásványvizet gyártó akárkivel, és emiatt akkor azt veszik. Egyébként nem rossz víz, tehát igazából nincs ezzel semmi baj. Mert szoktam én is ilyen Vivien vizet inni, és egyébként jó. De... Hát látják, hogy azért itt... Azért jártak itt, hogy tolvajok is, meg gondálok is, de hát azért a kábeleket is szaggatták ám ki a falból. Tehát... Jártak, hogy... A Tillai vezeték volt biztos. Ja persze, hát ott van egy kötődoboz, és akkor innen ment a konnektorhoz, meg nézhetővé, hát ez az Illai vezeték. Csak hát valaki ezt ellopta. Ott egy pottyantós reki. Ez meg valami tároló volt szerintem, de... Ilyen semmi érdekes. Hát, vezeték az megvan. Itt legalábbis. És akkor ott van a régi tiszaugi állomásépület. Szerintem már magántulajdonban van, úgyhogy bemenni nem tudok, de megnézem. Ezt nézzétek, itt van akkor, ez volt a régi felvételi épület, a Tiszaugi, valószínűleg a vágányok itt voltak előtte. Ugye akkor mi nem ment ilyen magas töltésen valószínűleg, vagy pedig volt itt sönökozó is. És nyilván volt egy, ami tovább ment egészen a Tiszaugrévig, itt át az úton, ha akkor egyáltalán volt. És fel lett újítva, tehát amikor ezt utoljára láttam még, vagy több mint 10 éve, akkor még a sokkal lerobbantabb állapotban volt. És szerintem azóta azt valószínűleg felújították. Bár mondjuk azt nézem, hogy ja igen, a villanyvezeték be van kötve újra, akkor már le voltak vágva a villanyvezetékek is, de... Ja, van, tehát ez valószínűleg valaki megvette a vasúttól, és hát ugye a magánlakás már körbe is van kerítve. Megnézem még azért másik oldalról, és azt mondtam ide. De viszont akkor ez még teljesen üresen állt, és... Hát jó, mikor még semmi funkció nem volt már. De hát végül is az jó dolog, hogy nem az enyészet élet, hanem valaki megvette. És hát mondjuk legalább használja, tehát így legalább megmaradt. Bár vasutas múltjára így már nem utal semmi. És igen, akkor jól mondom, hogy itt volt a jelenlegi nyomvonalát, hogy itt ért el az út, és ez volt a régi. Így, és itt vezetett fel a hídra. Tehát ez megmaradt. Sziasztok, üdvözletem innen Szolnokról. Hát a lakitelekem pont sikerült elérni a vonatot, késettem még egy 5 percet, az elég volt, hogy elérjem, viszont így viszont bukta a csatlakozás, felszedett még egy pár percet és bukta a csatlakozást, úgyhogy most egy órát Szolnokon várni kell, de legalább sikerült lefilmezni a eredményjelzőt is, itt a váróteremben, ugye úgy hívják, hogy hamarosan a pörgetős kattogós táblának vége és ledes lesz helyette, hát addig meg akkor iszunk egy sört a mai napra, úgyhogy akkor indestem már akkor. Egy óra, mert megyünk még a következő vonattal, úgyhogy sziasztok. Van ez a vonalbejárás, ennyi lett volna.